Egy európai rócsón vagyunk jelen itt a Somlóhegyen. Igazából ez a Fennnek a rócsója. A Fend gyár, az Eco úgy döntött, hogy csinál egy ilyen körutat ezeknek a 200-as szériájú traktoroknak, és már bejárták elég nagy részét, és ez gyakorlatilag majdnem már az utolsó állomás, innen most már hazafele mennek Németország felé, és Bulgária után itt Magyarországon is két helyszínen, ez a második helyszínünk, lehetőség nyílt erre, hogy az ő gépeiket bemutassuk. Nem is akárhol tudják bemutatni, hiszen egy neves pincészetnél vagyunk. Így van, ez a Bogdán pincészet ugye itt a Somlóhegyen. Gyakorlatilag jó partnerünk, hiszen már van tapasztalata, mert használt már Fend erőgépeket, van 3 vagy 4 éves erőgépe már jó tapasztalatokkal, ezért szívesen látott minket itt az új technikával. Mit láthattak itt a termelők, hiszen itt ugye elhangzott az, hogy ez egy speciális bemutató? Szőlő az egy külön eset, tehát ezek az ültetvényes kultúrák teljesen más gépet igényelnek, mint ugye a megszokott szántóföldi kultúrához, hogy egy sokkal finomabb mozgásokra van szükség, precízebb vezetésre. Nagyon fontos a traktorok, erőgépek mérete, hogy bepasszoljon a sorba. Ugye itt sincs még úgymond egységes kultúra, hiszen önállók is többféle sortávolság megtalálható. Van, amiben szűken férnek be még a meglévő gépeikkel is, van, amiben meg bőven elférnek a traktorok. Ezért a geometriai méret az nagyon meghatározó, és ugye a mérnököknek az pedig szép feladat, hogy ilyen kisméretű gépekben azt a technikai megoldásokat tudják biztosítani, ami ezekhez a kombinált eszközök üzemeltetéséhez szükséges. Ezek eléggé összetett eszközök, és itt is ugye takarékosságra törekszenek, tehát látunk olyan gépkapcsolatokat, ami egy traktoron 3 féle eszköz van, tehát az orrára is van függesztve valami a 2 tengely közé, illetve a hátuljára, tehát egy menettel úgymond 3 különféle műveletet tud végrehajtani. Mennyire speciálisak ezek a gépek? Hát ezek kimondott célgépek. Itt a traktornak van a legnagyobb elvárása, hogy ezeket mindet, tehát ezeket a változatos gépeket tudja üzemeltetni, hordozni, ezért olyan felfogási pontokra van szükség, ugye itt a 2 tengely között is például nem minden gyártónak alkalmas erre a gépe, illetve a hidraulikus csatlakozások, elég precízen kell szabályozni ezeket az átfolyásokat, hidraulikus nyomásokat, ugye amik a működtetik ezeket a sorajművelő eszközöket, vagy ezeket a szőlőművelő gépeket, tehát ezeknek a precíz igényeknek ugye meg kell felelni, kis méretben ráadásul. A Somlóhegy egyik legrégebbi családi birtokán vagyunk. Mióta foglalkoznak szőlő és bortermeléssel? Hát 5. generációja vannak itt az őseink, 1859 óta, hogy így fogalmazzak, és tulajdonképpen már itt nyugszanak a temetőbe az elődeink, és hát a Bogdán birtok pincészete az 1971 óta működik, hogy így fogalmazzam, az én érettségim óta. Tekintem magamat egy kicsit borosgazdának, és szerencsére az utóbbi években a gyermekeink is átvették ezt a birtokot, és hát itt a hegynek a délnyugati részén 17 hektáron gazdálkodunk, és hát természetesen a zászlós borunk a juhfark, és ezt tekintjük a legfontosabb termékünknek, legfontosabb kellemes borunknak, a Somlónak a főfajtájaként 12 hektáron termeljük. Ez a 17 hektár elég ahhoz, hogy megéljen a család? Alapvetően ugye a 2 fiú gyereknek kell az anyagi bázisát és a megéletését biztosítani, ez arra alkalmas, hiszen 3 lábon áll a családi gazdaságunk. Van egy bor értékesítésünk, amelyik a CBA rendszeren keresztül történik kiskereskedelemben. Van egy borturizmusra épített vendéglátásunk, amelyik a teraszon zajlik, mint ahogyan a háttérben is látjuk. És van egy jelentősnek mondható bérmunkánk is, hogy nem itt élő szőlő tulajdonosoknak a szőlőit műveljük, és ez is egy folyamatos rendszeres bevételt jelent. És az öregek, a nejemmel, mi nem a Somlóból élünk, hogy így fogalmazzak, hanem a Somlót építjük, és hát a 3. szereplő, a kislányunk, aki hamarosan befejezi a turizmus vendéglátás tanulmányait, ő is meg fog jelenni itt, és az értékesítést fogja erősíteni, és nyilván el fogunk menni rendezvényekre, fesztiválokra, olyan borértékesítő helyekre, ahol az ismertségünket tudnánk fokozni, és úgy gondolom, hogy ezzel a rendszerrel, a 100 000 palackos kibocsátással, az évjáratoknak a megbecsülésével, és hát a vendégek megbecsülésével meg lehet teremteni az anyagi alapjait annak, hogy család egy átlagos színvonalon megéljen. Nagyon nagy gondot fordítanak önök itt a szőlőre, hiszen gyönyörű, gépesítenek,
nagyon szépen ápolt az ültetvény. Igen, ez a fiúknak a munkáját dicséri, azon túlmenően azoknak a munkatársaknak a munkáját, akik évtizedek óta velünk együtt dolgoznak. Itt úgy szoktam mondani, hogy a cég az alapvetően a hölgyeken múlik, hiszen az itt dolgozó szezonmunkások azok 20-22 fővel vannak, és a kétharmada a hölgy, az egyharmada a férfiak, és hát nagyon korszerű gépekkel dolgozunk, tehát a gép bemutatót is ez motiválta, azt gondolom a forgalmazó cégnél, hogy nekünk ezek a márkák, talán azt lehet mondani, hogy a világmárkás gépeink vannak. Ezek uniós támogatásból, szapár támogatásból, korábban még hazai támogatásból jöttek létre, és el kell mondani, hogy a szőlő az a kézimunkát megköveteli, a gondos kézimunkát megköveteli, és egy jó gépi háttérrel, növényvédelem, talajmunka, zöldmunka kiegészítve, és hát azért a dolognak a lelke a talaj, és a tájolás és az adottság. Tehát ilyen gyönyörű évindítás, mint a mostani, a 2011-es, hogy szinte azt lehet mondani, hogy január 2-a óta folyamatosan lehet dolgozni. És a szőlő azért bírja a meleget, és gyönyörűen világzik. Olyan illat van itt a környezetünkben, ami ritkán fordul elő, és csak egy évben egyszer a szőlővirágzás idején. Tehát ezzel a talajadottsággal együtt megugja a juhfark. Ezen a bazalt alapon együttesen eredményezi az, hogy visszaköszön a gondos munka.